Mit tettek a hazánkkal? Mit tettek a magyar gazdasággal és a forinttal? Hogyan voltak képesek eszteni a magyar emberekkel és a magyar családokkal? Kiló kenyér 1000 forintért? Egy tejföl 800 forintért? Egy csirkemelsonka 900 forintért? Luxus cikk? A trapista sajt meg a vaj? Tudom, képviselő, hogy fáj az igazság, de attól még nem kell kiabálni. 2023-ban Európa közepén milyen kormány teszi ezt a saját népével? Milyen miniszterelnök az, aki inkább az egész országot tönkreteszi, ha ez az ára annak, hogy hatalmon maradjon? A válasz az, hogy olyan, mint önök, olyan, mint az Orbán kormány. Az Orbán kormány tette ezt. Az Orbán kormány felelőtlen forintgyengítése és kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája hozta létre az Európai Unió legnagyobb inflációját, amely ráadásul tartósnak bizonyult. Ennek semmi köze nincs a háborúhoz, se a szankciókhoz, amiket egyébként önök megszavaztak Brüsszelben. Ennek egy dologhoz van köze, ahhoz, hogy Orbán Viktor mennyire szereti a hatalmat. Hát ennyire. Neki nem drága a kenyér, nem drága a sajt, nem drága a vaj, nem drága a tejföl. Neki nem drága, hogy ennyiért vásárolunk a boltokban, mert neki semmi sem drága, amíg mi magyarok fizetjük a számláját. Márpedig a magyarok nem engedhetik meg maguknak ezt a luxust, hogy önök maradjanak hatalmon.